Mint minden évben, úgy az idén is az 1956-os ünnepi megemlékezésen adta át a város vezetése a 2003-ban alapított Boros Dezső díjat, ami az egykori kiváló testnevelőről, nemzetőről nevezette el a képviselőtestület. 2019-ben Máté Norbert, a Percelmor szakképző iskola testnevelő tanára részesült a kitüntetésben, példaértékű pedagógusi munkája, oktatói nevelői tevékenysége, a sport iránti elkötelezettsége és diákjaival elért kimagasló eredményei elismeréséül. Egy-két olyan köszönetet szeretnék megejteni, ahol dolgoztam, vagy fogok dolgozni, vagy esetleg fontosnak tartanám. Az első és legfontosabb az iskola, ahol az időm legnagyobb részét töltöm. A Szekszárdi SC Percelmor szakképzőiskola és kollégium vezetőinek szeretném megköszönni, hogy nem volt még talán olyan, hogy elém akadályt gördítettek, és mindig úgy éreztem, hogy fontosnak tartják, hogy a sport tekintetében is az iskola kiemelkedőt alkosson, és mindig elismerték munkámat. Köszönöm a vezetőknek. Szeretném az egyik kollégámat kiemelni, mert mióta az iskolánkban dolgozó Genszer János tanár úr az, aki folyamatában mindig ott volt mellettem, és úgy érzem, hogy olyan munkakapcsolat van köztünk, amivel egymást tiszteljük és elismerjük. Köszönöm Jánosnak ezt. Egy igazán meghitt és felejthetetlen élmény volt a kitüntetés átvétele, mondta előjáróban Máté Norbert pedagógus. Családunkban nagyon fontos szerepet játszott mindig a sport. Édesapám labdarúgó volt, édesanyám pedig röplabdázott. Mindig is mindenki a családba valamit sportolt, és fontosnak tartjuk, hogy mozogjunk. Kisgyermekkoromban nem tudtam eldönteni még pontosan, hogy mit szeretnék, de azt tudtam, hogy a sport az, ahol szeretnék mindent mindig megtenni, és hamar kiderült számomra, hogy ezzel kapcsolatos dolgot fogok csinálni, mert ez az, ami érdekel. Középiskolát elvégeztem Pécsen, és akkor már tudatosult bennem, hogy ez az a pálya, ami nekem való, mert ez köré összpontosul mindenféle érdeklődési köröm. Elvégeztem a Pécsi Tudományegyetemen a testnevelő edzői szakot, és utána kerültem egyből, ahogy elvégeztem ide Bonyhádra, és a Percelmor szakközépiskolába tanítok azóta. Nagyon fontos, hogy legyen valami határozottsága az embernek, mert különben elviszik a gyerekek egy irányba. A motiváció, ami úgy gondolom, hogy a mai világban elkerülhetetlen, hogy valahogy keltsük fel a gyerekek érdeklődését, és ezt próbálom nekik átadni. A sport szeretetét pedig saját magam jelleméből fakadva próbálom nekik átadni, hogy nagyon fontos például, hogy ne dohányozzanak, egészségesen éljenek, és akár az is fontos, hogy eltakarítsunk egy mérkőzés után, magunk után, vagy hogy beszélünk az ellenféllel, milyen sportszerűen viselkedünk. A fair play-t azért tartom fontosnak, mert anélkül, ha győz is a csapat, vagy esetleg csak az osztályban játszanak, nincs akkora értéke, és a mai világban nem csak a sportban, hanem akár a munkahelyen, akár a társas kapcsolatoknál is fontos, hogy az ember a méltóságát megtartsa, és úgy végezze minden nap a munkáját, hogy az tisztességes legyen. Ha ezt a sport által megtanulják, akkor jobb emberek is lesznek, ezért tartom fontosnak. Folyamatosan különböző eszközökkel próbálom a saját jellememmel, különböző technikákkal, és úgy érzem, hogy a mai világban a gyerekeknél muszáj is egy kicsit változtatni, és az ő nyelvükön beszélni valamennyire, és arra lesznek fogékonyak. Kell valamiféle határozottság is, mert szintén úgy érzem, hogy régebben, egy 15 éve, amikor elkezdtem tanítani, talán még ezek a dolgok egy picit egyszerűbben mentek. Most már vannak olyan pillanatok, amikor ha határozott az ember, akkor későbbiek folyamán sokkal könnyebb lesz. Nagyon fontosnak tartom az emberi dolgot, a példamutatást, mert ha én következetes vagyok, úgy élek, ahogy
ahogy én azt szeretném, hogy ők viselkedjenek, akkor nekem is könnyebb dolgom van, és sokkal hitelesebb leszek. Én minden nap, amikor bejövök az iskolába, nagy örömmel jövök, és a sport iránt is olyan a saját kapcsolatom, hogy látszik rajtam, hogy alig várom, hogy mozogjak. Nem ritka, hogy beállok hozzájuk esetleg közösen a játék részébe, vagy bármilyen gyakorlatban, és akkor látom, hogy ez nekik egy plusz élményt ad. Az emberen látják, hogy a sport örömet ad, akkor ők is talán egy picit átvesznek ebből, és sokkal könnyebb lesz megszerettetni velük ezt a tantárgyat vagy sportágat. Remélem, hogy